Kifutó pálya alakú tortával készült a Nyíregyházi Egyetem, hogy megünnepelje a pilóta képzés 56. születésnapját. Egy ünnepi esemény egyik kulcspontja mindig a készfogás, ám ezúttal nem csak a tisztelet és köszöntés jelképe volt ez. Ezzel a Nyíregyházi Egyetem pilótáinak több évtizedes tradíciókkal rendelkező közösségének tagjává fogadták a fiatalokat. Ez az idő számos változást is hozott a képzés életében. Egyrészt a képzés struktúrája, a képzés célja is megváltozott, hiszen a kezdetek kezdetén mezőgazdasági pilótákat képzett az akkori főiskola, majd az idők szavát megérezve átálltunk a kereskedelmi pilóta képzésre, és az elmúlt évtizedekben már kereskedelmi pilótákat képzünk, tehát a légitársaság számára adunk szakembereket. És ennek megfelelően a képzés struktúrája is változott, az érdeklődés pedig azt kell mondjam, hogy töretlen, sőt egyre inkább növekvő, és olyan létszámaink vannak, amelyek a korábbi években, évtizedekben nem voltak jellemzőek. Egy-egy évfolyamunk akár a 25 főt is eléri ma már, és amiben egyedülállóak vagyunk még országosan, az az, hogy nem csak BSC, tehát alapképzési szinten, hanem úgynevezett felsőoktatási szakképzésben is folytatunk ma már pilótaképzést. A képzés első fázisában sok minden kiderül, például, hogy valóban pilóta szeretne lenni valaki, és hogy alkalmas-e rá. Jó alapokkal jönnek be a képzésre, és ez garantálja, plusz a sok tanulás, hogy a szorgalom, a odafigyelés részünkről, megfelelő számú órarepülése, hogy jó képességű pilótákat bocsássunk ki. Hisz mindenki azokat a feladatokat végrepül az iskola rendszerben, ami elő van írva, sokat repülnek nappal, éjszaka egyedül, 300 mérföldes útvonal egyedül, más repülőiskolákban ma Magyarországon nem nagyon engedik el a hallgatóit repülni, hisz nem bíznak benne. Nálunk mi ezt megkapják tőlünk, és a végeredmény pedig bizonyítja azt, hogy Magyar Honvédségtől a légitársaságokig mindent megállják a helyüket. A végzettek 98%-a pilótaként folytatja a pályafutását. Sokszor olyanok választják ezt a karriert, akik már gyerekkorukban megfertőződtek a repülőgépek szeretetével. A legfontosabb emlékem az 4 éves koromhoz kötődik, mert hogy elrepült a házunk felett hihetetlen alacsonyságban az akkor még működő, Nyíregyházáról is működő utasszállítógép. Ami ezután történt, az hosszú történet lenne, viszont az első igazán nagy kedves emlékem, hogy felvettek ide. Egyetlen Szabolcs megyeiként, és mindenképpen kicsit megilletődésre késztett, hogy voltam olyan szerencsés, hogy az első évfolyamban sajátíthattam el hivatásként is az általam annyira szeretett repülést. András később a fejlesztés irányítás vezetője lett annak a repülőtérnek, amelyen nevelkedett. Az ő munkája mellett lett szilárd burkolatú pálya és műszeres megközelítési rendszer a nyíregyházi repülőtéren. Így tudtak aztán közforgalmú pilótákat képezni, ma pedig már a 21. század igényeinek megfelelően végzik ezt a tevékenységet. Ez pedig jó példa az első éves hallgatóknak is. Én először 12 éves koromban repültem, és rögtön az első utam az Rodoszra vezetett, és akkor előtte nagyon féltem a repülésre, nem is akartam felülni a gépre, de akkor hirtelen, amikor elindult, elkezdtünk gyorsítani a kifutópályán, akkor egy teljes adrenalinbomba igazából így teljesen megváltoztatta így az egész szemléletemet, és azóta tudtam 12 éves korom óta, hogy én pilóta szeretnék lenni. Ugye el is kezdtem tanulmányozni ezt a szakmát, magát a hivatást, majd aztán ugye már, amikor már ugye a gimnázium közepe felé jártam, akkor keresgettem egyetemmel, mint tovább tanulás után. Hát a Nyíregyházi Egyetemnek ugye rögtön már a szembetűnő volt, hogy ugye 55 éves hagyománya volt akkor, tehát egyből tudtam, hogy akkor ez egy megbízható képzés lesz, ahol rendesen mennek a dolgok, ahol belátható, hogy mi lesz a karrierünk, hogy mi lesz a jövő, úgyhogy számomra egyértelmű volt a választás. Bálint már azt is tudja, hogy melyik légitársaságnál szeretne először másodpilóta, majd kapitány lenni. De nem minden leendő pilótának voltak gyerekkorától ilyen konkrét és határozott elképzelései. Az 56. évfolyam egyetlen női tagjának friss a pályaválasztás élménye. Én őszintén nem nagyon különböztetem meg azt, hogy a férfi vagy a női pilótákat, szóval bennem ez így nem fogalmazódott meg, hogy egy nő miért pont ezt a szakmát választja.
Én igazából másfél éve vagy két éve kezdtem el vitorlázó repülni, és ott az első egyedüli repülésemnél döntöttem el igazán, hogy én szeretném ezt tovább folytatni, és egy nagygépes karrierbe belekezdeni, és ezért választottam a Nyíregyházi Egyetemet, hiszen itt már ugye több mint 55 éve megy ez a képzés, és ezért egy biztos jövőt adhat majd a céljaim felé. Az ünnepségen elhangzott, az oktatók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a következő fél évszázadban is Nyíregyháza maradjon a pilótaképzés fellegvára.